A Tamási Tambaú AC-nél régebb óta zajló atléta dobóképzést szinte generációs űrök nélküli eredményességük okán egy kis vidéki dobóműhelynek is nevezhetjük bátran a sportágban. A szekszárdi országos idényitón, mint súlylökésben, diszkoszvetésben, de még gerelyhajításban is, több korosztályban is volt aranyérmesük. Nem csak az újoncoknál, az ifiknél, hanem ami kis egyesületekre nem jellemző, felnőtteknél is. Ezúttal egy frissen végzett történelem testnevelő szakos tanár vágta ki a rezet a Tambaú AC-nél azzal, hogy diszkoszvetésben belépett az 50 méteresek klubjába. A tanár úr egyébként a súlylökésben is versenyez, és azt sem középiskolás fokon űzte eddig, amit még az U23-ban szerzett országos bajnoki ezüstje is alátámaszt. Arra törekszik, hogy a két versenyszám valamelyikében, vagy éppen mindkettőben felnőttként is legalább egyszer, valamikor fölállhasson a bajnoki dobogóra. Az edzőmmel új technikát alakítottunk az utolsó egy hétben, és ahhoz képest jött egy-két méter, és hál' Istennek ez egyéni csúcsba csúcsosodott ki. Ez majdnem két méteres egyéni csúcs lett, és életem első 50 méteres dobása. A nagy dobás diszkosszal a szekszárdi versenyen 50 méter 21 centi lett, amivel belépett a bűvös 50-es klubba. Sólyom tanárul egyébként amondó, ebből előbb-utóbb akár 60 méter is meg lehet, ami már bizony professzionális szint, főleg egy státuszában amatőr, hamarosan katedrára lépő dolgozó sportolótól. Beléptem az 50 méteres dobók közé, ez egy nagyon nagy élmény, és akkor innen lehet tovább építkezni a 60 méteres klubba. Úgy látja, a súlylökés és a diszkoszvetés mozgásanyagát tekintve, meg egyéb szempontok alapján is bőven megfér egymás mellett, noha a látszat más sugal. Az egyik szélesebb, a másik egy picit szűkebb, de teljesen megfér egymás mellett, ugyanaz a mozgás. A hamarosan katedrára lépő Sólyom László tanárúrral két legyet is ütött egy csapásra a tamási dobó atlétika. Miközben a versenyzőknek példát mutat, és büszkeséget hoz a városra, egy újabb nevelő edzővel is felteltően gazdagodott a tamási Tambaú AC.